A nyári hónapokban az éves átlaghoz képest fele annyi véradó jelenik meg a Dunaszerdahi Kórház vérátömlesztő állomásán, ahol legutóbb kedden és szerdán összesen mintegy 30-an adtak vért. A Dunaszerdahi Kórház vérigénye biztosítva van mind a baleseti sebészeten, mind pedig a tervezett műtési program részére. A transzfúziós állomáson az összes vércsoportban várják a véradókat, de kiemelten az RH negatív csoportba tartozókat, ahol hiány mutatkozik. A vérellátásban segít a járás településein a Vöröskereszttel közösen szervezett úgynevezett mobil véradás is. A szörnyéről elhíresült skóciai Loch Nessi tó átúszására készül a Dunaszerdahelyi Sportfanatik Jegesúszóklub 6-tagú pingvinek távúszó csapata. Pék Dezső, Pék Endre, Nyári Richárd, Petrőm Mihola, Magda Okurková és Radek Szukopa váltóban vágnak neki a 36 kilométeres távnak, reményeik szerint a 11 óra 6 perces világcsúcson belül teljesítve. A kísérőkkel együtt 11 fős sportfanatik gárda csütörtökön útnak indult, majd a Városházán ünnepélyesen átvették Dunaszerdahely zászlaját is, hogy magukkal vigyék a Loch Nessi tó partjára. Az idei nyári DASZ gyermekfocitáborban három turnus alatt 157 10 éves, valamint 10-12 éves résztvevő fordult meg. A foglalkozások hat ifjú edző szakmai felügyelete alatt folytak. Egymás ellen, illetve a DASZ korosztályos csapataival játszottak mérkőzéseket. Heti egy alkalommal ellátogattak közéjük a felnőtt csapat tagjai is. A tábor valójában dél-szlovákiai regionális tehetségkutatónak is számított, hiszen a helyieken kívül Komáromból, Léváról, Érsekújvárból, Galántáról, Rimaszombatból és Ógyalláról érkeztek gyerekek. Sőt, csallóközi nagyszülőknél nyaraló két-két angliai és franciaországi résztvevő is akadt.